csípőprotézis revíziónak. Azt az esetet hívjuk, amikor már egy beültetett csípőprotézis mellett valamilyen oknál fogva feltárjuk és kicseréljük a csípőprotézisnek az egészét, vagy egy-egy komponenst a csípőprotézisben. Nagyon sok ok vezethet ahhoz, hogy valakinél csípőprotézis revíziót végezzünk. Hogyha valakinél történik egy csípőprotézis beültetés, akkor az évek előre haladtával, ha semmilyen egyéb probléma nincsen, akkor is kopás termékek képződnek, ahogy mozog ez a protézis. Általában a csípőprotézisnek a műanyag betétje szokott elkopni, és ezek a kopás termékek csontfelszívódáshoz vezetnek, amelyek egy idő után a protézisek komponenseinek a meglazulásához vezetnek. Ekkor általában a betegek azt szokták érezni, hogy az addig teljesen problémamentes protézisük elkezd fájni, és akkor eljönnek kontrollra. Ezt megelőzendő, mi azért kérjük a betegeket, hogyha aki protézis viselt beteg, azok évente vagy két évente, ha panaszmentesek, akkor is jöjjenek el egy kontrollvizsgálatra, hogy meg tudjuk őket röntgenezni, és meg tudjuk állapítani, hogy kopik-e mondjuk a műanyag betét, vagy van-e bármilyen probléma a csípőprotézissel. Ez azért nagyon fontos, mert ha időben felismerésre kerül az, hogy egy protézis már a meglazulás szélére jut, akkor tudunk végezni olyan beavatkozást, hogy nem kell az egész protézist kicserélni, csak bizonyos komponenseket. Ez sokkal kisebb műtéti megterhelést jelent a betegnek, sokkal könnyebben el tudjuk végezni. Természetesen, hogyha meglazulnak a komponensek és a betegnek már fájdalma van, akkor is tudunk rajta segíteni. Ugye ki tudjuk cserélni azokat a komponenseket, amik meglazulnak. Ezt a beavatkozást, ezt hívjuk csípőprotézis revíziónak, vagy cserének magyarul. Különböző lehetőségek vannak attól függően, hogy melyik komponense lazult meg a protézisnek, mondjuk a medencében lévő vápa komponense, ha mozog, akkor azt ki tudjuk cserélni, és hogy ezt meg tudjuk tervezni, ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, hogy ezt pontosan megtervezzük, meg kell vizsgálni a beteget, nem elég csak röntgenvizsgálatot végezni, általában kiegészítő CT vizsgálatra is szükség van ahhoz, hogy az operatőr meg tudja tervezni, hogy mekkora csontvesztésre számíthat műtét közben, mekkora csontvesztés lépett föl a lazulásnak a következtében, kell-e csontot pótolni, illetve milyen típusú úgynevezett revíziós vagy ismételt műtétnél használatos protézisre van szükség. A vápa komponenseket általában manapság már úgynevezett cement nélküli komponensekkel tudjuk felépíteni. Létezik az egyszerű verzió, amikor csak csavaros megerősítésre van szükség, és léteznek természetesen nagyon összetett, nagyon bonyolult rendszerek, amikor hiányzik a medence csontból hiányzik bizonyos rész, akkor ezt fel tudjuk építeni, pótolni tudjuk a hiányzó részeket. Természetesen ez egy nagyon összetett folyamat, és nagyon fontos, hogy előtte egy precíziós tervezés történjen. Elképzelhető, hogy a protézisnek a szár komponense lazul meg, ami a combcsontban van. Ekkor ugyanúgy járunk el, mint a vápa komponensnél, megvizsgáljuk a beteget, megröntgenezzük, szinte mindig kiegészítő CT vizsgálatot kérünk, és ezek alapján meg tudjuk tervezni, hogy milyen úgynevezett revíziós szárakra van szükség, illetve kell-e csontot pótolni műtét közben. A revíziós szárakat általában az különbözteti meg a egyszerű protézis száraktól, hogy ezek sokkal hosszabbak, sokkal hosszabban rögzülnek a combcsontban. Ezek általában szintén leggyakrabban cement nélküli rendszerek, és úgy fel tudjuk építeni őket, hogy a műtét végeztével igyekszünk helyreállítani a végtaghoz különbségeket, tehát ki tudjuk egyenlíteni, ha van ilyen hossz különbség, általában lazult protézisek mellett ki szokott alakulni végtaghoz különbség, illetve fel tudjuk építeni a fellépő csonthiányokat is. A csípőprotézis revíziós műtétek általában bonyolult műtétek, ezek nagy szakmai hozzáértést igényelnek és nagy szakmai tapasztalatot. Ezek a műtétek mindig sokkal hosszabbak, mint egy elsődleges protézis beültetés, így is kell készülni. Még egy egyszerű csípőprotézis beültetés az körülbelül egy óra vagy egy órán belül is meg lehet csinálni. Ezek a műtétek 2,5-3 órát is eltarthatnak. Ez nagyobb megterhelést jelent a betegnek is természetesen, illetve az operatőrnek is nagy felkészültséget igényel.
ezekre a műtétekre úgy készülünk föl, hogy akár arra is felkészülünk, hogy a műtét során a nagyobb vérvesztés következtében, ugye a vért kell pótolni a betegnek, erről tájékoztatni kell természetesen a beteget, és ezekből a műtétekből a rehabilitáció is egy kicsit hosszadalmasabb, mint az elsődleges protézis beültetésből. Általánosságban nem lehet megfogalmazni azt, hogy mennyivel hosszabb, attól függ, hogy az ember mit talál műtét közben, illetve milyen nehézségű műtét talál szemben, mennyire kell újra felépíteni a hiányzó csontozatot, és mennyire terhelhető rendszer tud az ember végrehajtani, illetve operálni. A műtétet követő rehabilitációnál általában itt is engedünk terhelést az operált végtagra, még azt sem teljesen elképzelhetetlen, hogy teljes terhelést engedünk. Ezt mindig az adott betegnél az adott operatőr fogja eldönteni, hogy mennyire tudott egy stabil rendszert operálni, szükség van-e bármilyen tehermentesítésre, azért, hogy a csontosodásnak a folyamata az jó legyen, illetve megfelelően beépüljenek azok a komponensek, amelyeket beültettünk a betegbe. Természetesen a rehabilitáció itt is nagyon fontos, a gyógytornász vezetésével érdemes ezt a rehabilitációt végezni. A gyógytorna itt talán még fontosabb, mint az elsődleges protézis beültetésnél, hiszen a protézisnek a stabilitását nagy mértékben növeli, hogyha a környező izomzat jól működik, és ehhez pedig elengedhetetlen a műtét utáni gyógytorna rendszeres végzése. Az, hogy a csípőizületi protézisek milyen gyakran cserélhetők, illetve hányszor lehet ilyen cserét elvégezni, ez mindig azt szabja meg, hogy milyen a környező csont állománya. Egy idő után, hogyha teljes mértékben elfogy a csont, akkor nem tudunk már csontot pótolni, hanem egy olyan úgynevezett moduláris protézis rendszert tudunk beépíteni, amivel gyakorlatilag felépítjük a hiányzó csontot. Addig lehet ilyen műtéteket végezni, és addig lehet kicserélni meglazult protéziseket, amíg esély van arra, hogy fixen, stabilan be tudunk ültetni komponenseket, amire aztán majd ránő a csont. Tehát, hogy egy terhelhető rendszer tudunk létrehozni. Azért kell nagyon jó minőségű rendszereket használni, hogy ezek nagyon sokáig jók legyenek. Ugye az elsődleges protézis beültetésnél azt szoktuk ígérni általában a betegeknek, hogy ezek körülbelül 20 évig jók lesznek, és nem is fognak meglazulni. Ezt követően lehet aztán cserét végrehajtani, illetve hát ez alatt a 20 év alatt is figyelemmel kell kísérni a beteget, rendszeresen ellenőrizni, és ha azt látjuk, hogy a beültetett protézisnek csak egy bizonyos komponensével van probléma, akkor csak azt az egy komponenst kicserélni, ez egy sokkal kevésbé megterhelőbb műtét. Hogyha a betegek nem jönnek el rendszeresen kontrollra, csak akkor, amikor már panaszuk van, és azt látjuk, hogy ugye azért van panaszuk, mert valamelyik komponens már laza és már mozog, ugye ez sokkal nagyobb csontveszteséget okozhat, ezért sokkal nehezebb helyzetben van mind a beteg, mind pedig az operatőr. Tehát általánosságban azt megmondani, hogy hányszor lehet megoperálni egy csípőprotézist, azt nagyon nehéz megmondani. Azzal tisztában kell lenni, hogy minél többször operálunk ugyanazon a területen, annál nagyobb a szövődménynek a lehetősége, annál nagyobb a fertőzésnek a kockázata, tehát egyre felkészültebben és egyre nagyobb odafigyeléssel kell ezeket a beavatkozásokat végezni. Elhúzódó antibiotikum kezeléseket szoktunk ilyenkor alkalmazni, tehermentesíteni szoktuk a betegeket, hogyha úgy érezzük, hogy a csontbeépülés egy hosszadalmasabb folyamat lesz, de mindenképpen ezek nagy megterheléssel járó nagy műtétek. A csípőprotézis cseréket általában most arról beszéltünk, ha egy panaszmentesen működő csípőizület egyszer csak fájdalmassá válik, akkor ugye kicserélhetjük a komponenseket, de revíziós műtétet vagy protézis cserét akkor is végezni kell, hogyha a beteg traumát szenved, mondjuk elesik, és a bent lévő protézise mellett eltörik a csontja, akár a medence csontja, akár a comb csontja. Ha ez a törés érinti a protézisnek a környezetét, akkor általában ettől meglazulnak ezek a protézisek, és akkor megint csak egy akut műtétet kell végezni. Itt sokkal kevesebb idő van a felkészülésre, mint egy olyan protézisnél, ami egy nagyon hosszú ideig panaszmentes volt, majd szép fokozatosan meglazult, hiszen ugye eltörik a betegnek a csontja, ott nagyon gyorsan, nagyon akutan kell valamit kezdeni a beteggel, vagy csontegyesítő műtétet kell végezni a protézis meghagyása mellett, ez a törésnek a típusától függ, vagy
Ez a gyakoribb, kicserélni a protézist és úgynevezett revíziós csípőprotézist beültetni, és ezzel stabilizálni a törést, illetve egy újra stabil terhelhető végtagot létrehozni.